Hello mindenki, Lac vagyok, ez pedig itt a Sims 4 105. része. Előző rész végén elküldtük Dinát, hogy sétáltassa meg Tappancsot. Közben lejárt a mosógép vagy a szárítógép. Fogalmam sincs melyik. Szerintem a szárító. Nem? Akkor fogalmam nincs. Ezt viszont eladjuk. Egyre közelebb kerülünk a 35 ezres kitűzött célunkhoz, legalábbis az általam kitűzött célhoz. Még annyit tudok megtenni, hogy pár dekorációt eladok. Szóval... Ezzel például Dániel már nem is játszik, de maradhat. Ezzel mondjuk senki se játszik. Ezt én vettem, ez maradhat. Ezeket nem tudom eladni, sajnos. Ja, mert telek határon kívül van. Jó. Szerintem egy virág is elég erre a pultra. Ezt a tévét nem szokta nézni senki. Ez nem tudom mi, de eladjuk. Tényleg a családi inventoriból kell egy kicsit szelektálni. Ebből van kettő. Kristályasztal ez marad. Aha. Ez mondjuk nem kell, meg mondjuk ezek se. Jó, ez maradhat. Szerintem ez se kell. Ez se. Ez az asztal még maradhat. Jó, igazából akkor meg is vagyunk a 35 ezerrel. Ha minden igaz. Most meg kell várnunk mindenkit, hogy érjen haza. Bár mondjuk Dinának ennie kellene. Ezen nincs semmi, ezt kidobjuk. Ezen sincs semmi. Mi ez? Payback shame. Igen. Vegyünk privát. Szóval. Igen. Laxatív. Akármit is jelentsen. Jó, Dina, akkor egyél egy ilyet. De most kivel beszélgetsz? Bryce. Bryce még a kanyarba sincs körülbelül. Yamamoto. Hát olyan kövér is, meg ki van gyúrva, meg nem tudom. Nem beszélgetünk veled. Oké. Okay. Dániel, akkor most játsszál egyet. Nymphea. Nem tudom mi. Nem tudom melyik az. Bubble Bass. Talán ez a mókát is felviszi a hangulatát. Cassandra Gott. Ja, hogy eddig azért nem tudott tenni, mert sétáltatta a kutyát. Jó.
Nem segített. Jó, akkor play game, My Sims Go. Oké, okay, Spice Festival, Ben is hazaért közben. Über jó. Le kell zuhanyoznia. Aztán el kell mennie majd aludnia is. Jó, és akkor alvás. Dina, neked is. Most meg kellene várnunk, hogy nem. Jó, Ben. Holnap pont nem dolgozol. Jippi! Oké. Okay. Emma viszont éhes. Egyél ilyet. Jó. Ezekből megint tudok eladni. Hagymából hagyunk egyet. Gombából is, körtéből is egyet. Jó. Ez melyik zöld borsó? Ez a begónia? Aha. Jó, elvileg ebből is egy kell csak. Rendben. Szőlőből is csak egyet hagyunk. Még a végén az az, hogy 40 ezerrel megyünk el. Aztán utána gyorsan össze kéne lőnöm itt a készleteket, hogy mivel megyünk el, meg mi marad. Ez mi ez? Ja. Jó, mi van még? Répa. Na mondjuk azért a 40 ezeret nem fogom elérni, az halt biztos. De közel vagyok hozzá. Ez a zöld bab. Gratulálunk! Megtanultad, melyik a zöld bab és melyik a zöld borsó. Nagyon jó vagy! Amúgy nem. Mint az első osztályos gyerek. Nézd, ez a zöld! Nézd, ez a piros! Bár mondjuk ezt óvodába tanulják. Hoppá! Szóval, lényeg, hogy kicsit úgy agyi szintben most már nem vagyok ott a toppon, de minden tőlem telhetőt megteszek. Ez csak e... Meglátszik, hogy senki se szereti a spenótot. Ja, ez csak egy szimalaon. Meg se éri termeszteni. Ezt meg pláne. Oké. Okay. Mindjárt a végére érünk. Ez mi ez? Ja, crime scene fotó. Ez a
Paradicsom vagy az alma? Paradicsom. Jipi. Ez a mednip? Nem, ez a napnip. Ez a mednip. Jó, ez pedig a nem, ez a tulipán. Mondom én, lassan 40 ezernél tartunk, igaz, hogy csak 38, de akkor is. Citrom. Na, a citrom mennyit ér? Az 6-ot. Aha. 6 szimalaon egy citrom ér. Hát... Jó lesz ez. Ugye ezt, ha egy kicsit feljebb húznám, akkor nem kellene állandóan legörgetnem. Mert én olyan okos vagyok, hogy mindig legörgetek, és már megolyózik a szemem. Jó, te mi vagy? Te vagy a Holly, akármit is jelentsen. 3 szimoláon, egy kefe maradhat. Vagyis hát eladható. Jó, ez pedig a Snapdragon. Majdnem azt mondtam, hogy ez is valami nippes. Jó. És akkor az utolsó, a rózsa. 29 szimoláon ér. Erre még licitálni is megéri. Szóval, akkor vessük össze készleteinket, mink van. Ez lenni spenót, az van. Gombánk van. Hagymánk, ez elvileg hagyma, igen. Szőlő van. Alma van. Plantain. Hát ez a banán, de azt eladtam, azt sajnos most nem terem. Out of season. Majd biztos lesz másik mednipünk, az volt. Catnipünk az nem volt. Napnip az volt, ez se volt. Ah, bingo. Take a cutting. Hát azt mondjuk nem tudom kiszedni. Ebből is Daisy. Christmas Rose, azt se tudom. Snapdragonunk volt. Nuzzle nip, abból. Take a cutting. Basilunk az volt. Holly is volt. Green bean, az is megvan. Rose bush. Vidaria. Begonia az volt. Citromunk volt. Az is volt. Jó, igazából... Most már csak az kell, hogy move household. Elköltöztetjük a háztartást, ugyanis... Ideje lenne elköltöznünk ebből a házból. Lévén eléggé nagy a költségvetés, és ugye... Az állatorvosi rendelővel még nem nagyon tudunk ennyi bevételt szerezni. Szóval ez így most egy picit körbe-körbe járás. Ha minden igaz, Breedletonbe egy beraktam be. Azt hiszem ez volt az. Aha. Eladjuk a bútorokat. Ezt meg bútorozott. Ha, nem is kellett volna annyit vesződnöm vele. Jaj, anyám. Ja, így lesz a jó. Most pedig, ameddig itt tölt, addig elmondom, hogy nagy valószínűséggel ez a rész csak lakberendezéssel fog telni. És kicsit át kell alakítani, amire még nem volt nagyon időm. Igen. Erre le lehet ülni. Jó. Elég jól be van rendezve, maximum kicsit át kell rendezni, hogy mi kell, illetve mi nem kell. Illetve, hogy miből kell modernabb. Ugye itt van 3. Nop, ott megálltok.
Szóval itt van 3-4 hálószoba. Ebből az egyiket biztos, hogy át fogjuk alakítani. Még nem tudom melyiket. Lényeg, hogy szerintem ez lesz dináéké. Ezt alakítjuk át szerintem. Jó, minden esetre kezdjük azzal, hogy... Nem, rosszra kattintottam. Szóval, jó, akkor menjünk sorba. Konyha. Hűtő helyett kell másik. Ez. Sütő helyett is másik kell. Várjunk, nincs sütőnk. Nem, ez nem jó. Jó, ez jó lesz. Ezt a mosdókagylót kicseréljük. Hol volt? Valahol itt. Ja. Ez itt megfelel. Zuhanyzóból is valami jobbat kellene. Jó, ez eléggé ódivatú. Legyen ilyen kis letisztult. A WC-t is cseréljük akkor már ki. Billyre? Nem, nem Billyre. Kritikus trón, aha. Nem, legyen. Hú, ez nagyon kényelmetlen. Jó, akkor marad ez. Jó. Az ott jó, az is jó, tévé maradhat. Oké, irány föl. Ugye két fürdőszoba van. Az egyikbe rakunk kádat. Így. WC-t mosdókagylót kicseréljük szintén. Jó, elvileg ez volt. Meg ez. Tükörből egy picit nagyobbat rakunk, vagy valami formásabbat. Ez úgy tökéletes. Rendben, itt is cserélünk. Akkor ide is egy ilyet. Innen eladjuk a tükröt. WC legyen másik, ez. Ez kell nekünk. Ja, ez jó. Ez olyan tetszetős. Na jó, mégis rakunk vissza tükröt. Azt terveztem, hogy rakok helyette egy zuhanykabin, de akkor mégse. Jó. Ágy. Kezdjük dináék hálószobájával.
Mielőtt el kéne adni a régit, mi? Nem árt. Így. Egyszer. És ugye azt mondtam, hogy ezt fogom kicserélni. Ezt fogjuk akkor átalakítani valamilyen közös helységgé. Ezeket az ágyakat eladjuk. Várjunk. Danielnek ez az ágy pont jó lesz elvileg. Igen, és akkor Dináéknak is olyan ágy kellene, mert az jobb. Így. És akkor Emmának legyen rózsaszín. Kicsit talán zsúfoltnak mondható a felső szint, de meg kell szokni. Ezt a gardrobot viszont eladjuk. Vagy komódot. Illetve ezt is. Ez az, ami nekem a veszőparipám. Ezt én imádom, ezt a komódot. Ennek több millió színárnyalata van. Így ezt ide. Na jó, inkább legyen a sarokba. Danielnek pedig kéket rakunk. Esetleg majd lámpát tudunk rárakni. Kanapé. Aha, ott volt. Végül is a kanapé az így maradhat. Igen. Még mit kellene átalakítanunk? A lámpák azok tökéletesen meg vannak csinálva. Maximum a falakat kéne még átfesteni valami másra. Mert az úgy nekem nem tetszik. Nem. Jó, akkor maradunk a festetnél. Ez jó lesz Danielnek. Ez Emmának. Ez pedig Benéknek. Ezzel a területtel még nem tudom, mit csináljak. Hoppá! Lehet, hogy ezt itt lebontom. És akkor ugye itt mennek föl. Valamennyivel több teret osztunk.
Hogy vannak most a falak? Ugye itt van egy ablak. Mondjuk ez így Dánielé. A fennmaradó rész pedig Dináé. Így. És akkor van egy kis előtér is. Ide mondjuk be tudjuk rakni tappancsot. Mondjuk akkor nem így kéne rakni ezt a falat. Hanem így. Azt az ablakot, meg mondjuk egy... Nem, akkor az ott jó. Kicsit furcsák az ablakok, na mindegy. Rendben. És akkor kicsit valamennyivel jobban vagyunk. Ugye, emmáiknak nagyon nem kell közös, nagyon tér. Ide tappancsot tudjuk berakni. Azt még talán meg tudom oldani, hogy hol vannak a kutyajátékok. Az kell nekünk egy ilyen kutyaszőnyeg. Jó. És akkor még a következő részekben fogjuk egy kicsit ahogy átalakítgatni, bár mondjuk oda húzok még egy falat, mert az ott nem jó. Nem? Így jó. Rendben. És akkor készen is vagyunk. Ide még Dánielnek egy kevés cuccot rakhatunk, mondjuk egy számítógépasztalt, majd még a következő részig ezt megcsinálgatom. De most szerintem itt lenne vége ennek a résznek, remélem tetszett nektek, ha tetszett, iratkozzatok fel, nyomjatok egy lájkot, kommenteljetek, és a következő részben innen folytatjuk. Remélem várjátok. Köszönöm a figyelmet, Lac voltam, minden jót, sziasztok! Sick, bubblegum!